színháznál vagy, naponként fellépsz. Nem azt mondom, hogy főszerepeket, nagy szerepek, játszottál ilyet is az őskorban. Tehát azért vagy, nem rényel, csak zavarban vagyok, mert édesapám világéletében vasutas akart lenni, az is lett, és szegény élete végéig az volt. Az én önéletrajzom meg nem kezdődik, úgyhogy én már kisgyerekkoromban is színész akartam lenni. Nem tudtam, mi akarok lenni, csak azt tudtam, hogy nagyon szeretek enni. És minden megtér ilyen kis zászlóintegető a vasútállomásra. De nagyon szerettem enni. Például, hogy szeretnél lenni? Volt egy családi legenda, amely szerint egy vasárnapi ebédnél édesanyám megkérdezte, egy édes kicsi fiam, mit kész a csirkéből? A combját, a mellét, a szárnyát, a fejét, meg még egy kis hús. És a zabálástól hogy lehet eljutni a színész színét? Fogalmam sincs, talán lehet, hogy a zabálási színház volt már akkor, nem? Akkor most megfordítjuk a kérdést, akkor neked mi a véleményed a színházról, a képviszük most már 30 évet ennek? Jó kérdés, nagyon nehezen tudom megfogalmazni mind a mai napig. Nekem a színházat Bodnár Sándor színészpedagógus, Lendvai Feri bácsi legendás igazgató-rendező, Rúszt Zsámbéki az egyetemi színpadon, Somos Zsuzsa koreográfus, szóval ők jelentették igazán a színházat kezdetben, és talán még ma is. Emlékszem, Lendvai Feri bácsi egyszer azt mondta, hogy kis barátom, egész életetekben 4-5 olyan előadásotok lesz, amikor úgy érzed, hogy angyal szállt el feletted, akkor ez már jó. Akkor nem nagyon hittem neki. Most már teljesen tudom, hogy igaza van. Azért az önéletrajzi naplódat olvasva, és ez tényleg megtiszteltetés, hogy elolvashattam, azért most mondok pár izgalmas nevet. Itt van Halász Péter. Ugye a 60-as években ő alapította meg Magyarországon az utcaszínházat. Ki vitte a színházat az utcára? Ott kezdtek játszani. Az emberek természetesen 60-as években vagyunk, beállóra néztek, jaj, huligánok, mit akarnak felvonni. És egyszer csak megszületett a csoda, megszületett a színház, létrejött valami. És te találkoztál Halász? Igen, középiskolás voltam, amikor a Kassákház stúdióban összetalálkoztam Halász Péterrel. A stúdió egy fantasztikus banda volt, hihetetlen profi gondolkodású amatőr együttes, életem egyik legnagyobb és legcsodálatosabb színházi élménye is hozzájuk fűződik. Nem csak a munkában, mert éltek, haltak, szinte beledöglöttek abba, amit csináltak, hanem Péter jóvoltából sikerült kijutnom Wroclawba, Grotowski Mester színházába, a Teátra, Abbaratóriumba, ahol is megnézhettük az Álhatatos Herceg című előadást 1970. május 22-én. Honnan emlékszem ilyen jól? Megvan a jegy. Van belőle még kivel? Arról majd később beszélünk, volt sok kivel. De volt egy másik laboratórium is azért abban az időben Budapesten, ez pedig az egyetemi színpad volt. Ez volt az az izgalmas hely, ahol mintha az Acél bácsi 3D-jét kint hagyták volna a ruhatárba, fült és támogatott, mert azért ott nagyon sok mindent el lehetett mondani, jó tudtuk, hogy meddig lehet elmenni, de ott volt szerencsém rendezni Csernus Mariannak a Jászai estjét, és hát olyan nagyságok ültek ott a nézőtéren, Zelk, Károlyi, ami Vörös Sanyi bácsi, sorolhatnám. Szóval egy olyan hely volt ebben az időszakban, ahol jó volt ott lenni, rang volt ott lenni, és nagyon sok-sok mindent tanultunk, még a csendben. És ezt a helyet is Halász Péternek köszönhetem, hiszen amikor elkezdték őket betiltani, akkor beprotezsált engem az egyetemi színpadhoz. Hát bizony, ott sok olyan művész lépett fel, aki máshol nem nagyon, sok olyan mű hangozhatott el, ami máshol nem nagyon. Lehet, hogy ez a következő vers is ezek közé tartozhatott.
szájú. Akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályok, itt a vályok billió szám is egyformára vett. De hát ez nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag és anyag. Pontos leszek, mint mindig az író. A tudós, kölcs, a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze, hogy részletigazát kiki illesz-e a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, nem vályog-vályú sarává meredjünk. Atomok, atommagvaként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogod tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talál szabály, jogod, hogy hadd kísérletezzék. Költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglenni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át. Mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni Ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek. Mi az, ami idegünkben közeleg évmilliárdok távolába. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszatrombolóknak, akik elválasztva percenként a rosszat a jótól valami folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, mikor gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép! Szép az imént torz, a hős privék, ki az, aki elöl megy? Mert nincs szabad egy jól haladni a korral. Mert van, amikor ánya példa. A néma szólal, az iszkol, aki űz. Makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, s harcolókat vallom, a terepfelverőket példaképül. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Kareninonna, Bank! Meg annyi tiszta láng. A homálytűző ősvilág nő, ha ők szólnak. Üdvözlet, s hála át a törvény, s fényhozóknak, kik hol mágián, hol bunykacajonás elbukva is, előre törnek, tehát nem is tudva hova!